Sziasztok! Nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok ma velem, kellemes karácsonyt és nagyon szuper szünetet kívánok nektek! Ebben a videóban egy gyakorlatot szeretnék veletek megosztani, ezen kívül egy nyereményjáték is lesz, amivel szeretném megköszönni nektek, hogy egész évben itt vagytok és támogattok, mert nagyon sokat jelent nekem a ti szeretetetek. Úgyhogy az elmúlt napokban nagyon sok érzés, gondolat kavargott bennem, így az év vége a karácsony közelettével, és egyre inkább azt éreztem, hogy szükségem van arra, hogy egy kicsit így lelassítsak, kicsit így tartsak egy szünetet így a nagy zűrzavarban, és tegnap előtt elmentünk nővéremmel kávézni, fotózni, és valahogy nekem így a kávézás vagy teázás is egy nagyon szuper kis szünet így a napban, szóval mintha így kicsit megállítanám az időt, hogy megéljem ezt az adott pillanatot, amiben vagyok, és ne foglalkozzak így se a múlttal, se azzal, hogy mit csinálok a következő x napban, x órában. Ezután pedig elmentünk Bencével Nógrádba vizslásra, és az úton is olvastam, meg beszélgettünk, és ez is annyira jó volt, hogy nem ezer dologra figyeltem közben, és útközben megálltunk, bementünk egy ilyen kis erdős részbe, ahol volt egy hatalmas, gyönyörű fa, és mindent hóborított, és annyira szuper volt, hogy egyszerűen csak a csöndet hallottuk, hogy semmi zaj nem volt, láttunk őznyomokat is, és valahogy ott álltam, és csak vettem egy mély levegőt, hogy igen, most erre van szükségem, és végre így azt éreztem, hogy kiszakadok ebből a városi káoszból, zűrzavarból, ami így mostanában van, és a fejemben is úgy tisztaság lett. Szóval ahogy a mindennapokban ebbe a pörgésbe van az ember, legalábbis én nagyon sokszor azt érzem, hogy a fejemben is egy hatalmas káosz van, és nagyon jó volt, hogy itt kicsit így ki tudtam kapcsolni, és csak így az érzékszerveimre figyelni, hogy érzem a friss levegőt, ahogy így beáramlik a tüdőmbe, hogy sétálok és ropog a hó a talpam alatt, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen végletekbe tudunk így értelmileg kerülni a mindennapokban, szóval elképzeltem egy számegyenest, ahogy néha plusz 15-ben vagyunk, ahol minden nagyon szuper, és pörgünk, és boldogok vagyunk, és van a mínusz 15 vagy mínusz 100 000-öt, amikor nagyon szomorúak vagyunk, valami gond van, és nem érezzük jól magunkat, és mindig a plusz 15 fele megyünk, mindig nagyon, nagyon a toppon akarunk lenni, és úgy éreztem, hogy ahelyett, hogy erre törekednénk, inkább a nulla fele kéne közelíteni, hogy a nulla legyen a cél, ami nem egy semleges állapot, hanem az, amikor mondjuk jóga vagy meditáció után így kinyitom a szemem, és így harmóniában érzem magam, így kiegyensúlyozottnak érzem magam, és így ezen gondolkodtam, hogy mi lehet az a gyakorlat, ami az ilyen pörgő mindennapokban gyorsan így visszahoz erre a szintre, és így ezt szeretném most megosztani veletek, ami így nekem bevált, és ez egyszerűen csak annyi, hogy először elkezdesz figyelni a légzésedre, csak azt, ahogy beáramlik a levegő, ahogy kiáramlik a levegő, így orron keresztül beszívod a levegőt, orron keresztül fújod ki, és ezáltal a figyelmedet tényleg csak a légzésre irányítsd. Ezután pedig csak rakd a kezedet a szívedre, és kezd el figyelni a szívdobogásodat, hogy mit meg nem tesz a szíved, hogy életbe tartson téged. És ezután pedig egyszerűen csak irányítsd vissza a figyelmedet a légzésre, és ez a gyakorlat valahogy így kizummol kicsit így az egódból, így a külsőségekből, a hétköznapokból, szóval picit így vissza tudsz lépni erre a nullás szintre. És hogyha kipróbáltad ezt, akkor mindenféleképpen írd meg nekem, akár kommentben, akár Instagramon, mert kíváncsi vagyok, hogy nektek így milyen tapasztalataitok lesznek ezzel. Most pedig jön a nyereményjáték, amit Bagdi Bertinek köszönhetek, tőle kaptam ezt az Angyalokkal szárnyalók című könyvet, és egy dedikált példányt nyerhettek meg. És nekem mindig is az életemben nagyon nagy szerepet játszottak az angyalok, de erről szerintem majd egy külön videóban fogok beszélni, de varázslatos ez a könyv, most tartok a közepén valahol, de nem akarok lelőni semmilyen poént, talán csak annyit szeretnék elmondani, amit a hátulján van az első két sor, hogy a hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát, ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja, miben hisz. És ebben a mondatban én nagyon hiszek, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog annak az a könyv, aki megnyeri ezt a játékot. A sorsolást jövő héten lesz, és nem kell más tennetek, mint hogy feliratkoztok a csatornámra, és követtek Instagramon is. És írjátok meg most itt kommentben a videó alatt, hogy mi az, amit szerettek úgy igazán ebben a karácsonyi időszakban. És tudom, hogy ezt nem tudom leellenőrizni, de csináljátok meg ezt a gyakorlatot, amit az előbb ugye elmondtam, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy hat rátok. És igazából ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani, így megköszönni nektek ezt a sok szeretetet, és nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha így van,
videóban mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el ugye feliratkozni a csatornára és a többi dolgot megtenni, hogyha szeretnétek megnyerni ugye ezt a csodálatos könyvet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, legyen szuper karácsonyatok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!